Megfiatalított csapattal a biztos bennmaradás megcélozva vágott neki a 2017-2018-as szezonnak a nyírbátori jase az NB1 keleti csoportjában. A bennmaradás nem fenyegette veszély, 7 győzelemmel, 2 döntetlennel és 9 vereséggel a 7. helyen végzett a Molnár Dávid, Terék Norbert, Vig Tamás, Bánhidi Emil összetételű együttes. Sőt, a helyezés egy kis szerencsével előkelőbb is lehetett volna, mivel a 4. Cegléd mindössze 1 ponttal szerzett többet a Bátornál. Csekő Sándor klubmenedzser szerint a fiatalok is sokat fejlődtek az elmúlt szezonban. Elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel, mert egy nagyon fiatal csapattal értük el ezt. Egy 16 éves, egy 17 éves, egy 19 éves játékos játszott benne, és a veteránnak számító 40 éves Bánhidi Emil, aki viszont már őskövület nyírbátori asztali teniszbe, és ez a 4-es harcolta ki ezt a helyet. Nem volt semmi gondunk azzal, hogy bemaradjunk. A fiatalok úgy érzem, hogy fejlődni tudtak ebbe az osztályba, és nekünk erről szól az NB1-es szereplés, hogy ha van olyan játékerőt képviselő nyírbátori fiatal, akinek ez az osztály szükséges, akkor így játszunk. Július 15-től 24-ig Kolozsváron rendezik az ifjúság és serdülő Európa-bajnokságot. Előbbi korosztályban Molnár Dávid, utóbbiban Tülgyes Dorottya képviseli majd a nyírbátori színeket a magyar válogatottban. Tekintve, hogy Molnár Dávid 4. a magyar ranglistán, ő tőle a főtáblára kerülés az egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény lenne. Bízunk benne, hogy meg fogja ugorni ezt a lépcsőt, és az már egy jó dolog. A Tölgyes Dorottya, azt gondolom, hogy a minimum a 32-be jutás az Európa-bajnokságon, ami azért elfogadható, mert ő még a következő évben is serdülő, első éve serdülő lesz, és most egy tanuló pályán van, ha úgy tetszik, de a képességei alapján ez mindenképpen reális. Hogyha egy kicsit szerencsés a sorsolása, akkor azt gondolom, hogy nem lehetetlen a legjobb 16-ba jutás sem az ő részéről. A nyírbátori Györfi Tibor edzőközpontban a héten elkezdődnek az edzések, amelyekre a megyebeli asztali teniszezőkön kívül román, szlovák és ukrán fiatalok is érkeznek. A nyár végéig tartó időszakban napi 2 tréningen csiszolhatják tudásukat az utánpótláskorú pingpongozók.